Hát akkor Isten, Isten. Hát... Egészséget. Sok erőt. Elkezdte oldani. Krém 21. Ilyen narancsárga tubusban volt testápoló, és rá volt írva, hogy krém 21. És all in. Az napolaj, vagy mi volt? Tafi számomra ismeretlen szókat mondott most ki a szajon.hu. Nem tudom. Ígyunk erre is. Viszont azok jobb a boros poharakból, hogy lehetne benne Visinescu-féle 99-es Pinot Noir kóstolni. Vagy pálinka. Lehet, hogy balaspejzvan.hu. Mi mennyi a parnuc megszagolja a menyecsket. 100 000-ért. A parnuc kor beszagolja a menyecsket.hu. Mindenképpen. Érdekes, tarthatnánk tájbemutatót. Fábriel. Design Center, tényleg. És akkor lássuk, hogy jobban lássuk, hogy iszik. Hoppá, majdnem elestem. Nem, csak így lőrinc szerintem. Szerintem nem annyit egy közel a tevékeny. Nem, Balázs, arra vigyál. Nem annyit egy közel a tevékeny dolgokhoz, pont hú. Az acskóba hányjál, pont hú. Eddig elég sok elfogyott bennem. Ez nem a baj, Daniel. Egész napos adag, amit... Daniel, nem, nekem kitart évekig. Ezt nyugdíjba, bazd meg. Ezt garantálom neked. Akkor én is iszom belőle. Én holnap vezetek, pont hú. Akkor felveszlek, pont hú. Várjál! Öcsém, mi volt belőle? Megkezdődött a mutáció a testem átalakul. Akkor most én is hadiak belőle. De ki nem is lőrinc a méreg drága pálinkát. Zacskóba. Igen, zsirát kézje, mi jutom kapocson. Mint a Popeye. Visszaveszem. Mi jutom kapocson. 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 Az egy-két tartja, már bemutatnak pont, tehát itt található ez a kis lúd. Várjál, mert nem, valahogy nem sikerült rázumolni. Ez már két lúd. Két lúd disznót győz. Márton Gunnar volt valamikor, de valamikor lehet, hogy ő transzsexuális, nem homoszexuális, és vett magának egy ilyen réklit a főkítő jelleggel. Most ezt hordja, és büszkén felszegett, mint egy büszkén menyecskeként néz a világba. Itt a nyuszín, és vörös színű az orra. Eleve orra van és vörös. Mert madárinfluenziás. De itt a nyuszín az látszik, hogy egy kicsit meg van szeppenve. Van egy szeppen és egy ijegység az arcán, ugrásra kész, füleit fölhegyezi, hogy aki rátámad, az ne tudja utolérni és elmenekülhessen. Gyanakodva tekint itt a menyecskére, aki valamiféle virágokkal közelít felé, ő nem szereti metalöregírás és el akar menni, ő pedig röhög a ló. Itt láthatunk egy ilyen, hát egy... hogy mondjam, egy ilyen bigámia manifestációt, eszenciális bigámiát. Két hölgy egy legény fog közre, és valószínűleg a legénynek nem lesz könnyű dolga éjszaka. A pénisz el fog fáradni. Itt egy, hát egy leopárd, vagy párduc, felisz linné a latin nevem érzésítőm. A menyecskét nézi, aki azonban egy ilyen burokban születvén. Ez Grillus dorka. Grillus dorka is hasonló. Egy kicsit... Hát egy kicsit úgy próbál nem tudomást venni a párducról, ha nyilván a párduc most itt még nem látszó hatalmas pénisz szemnek, aztán egyfajta opcióként merül föl számára. Itt ő ellenben azon szomorkodik, hogy neki még kicsit, tehát ő neki még nőni kell a párduccal összevetve, azért nyilván az arányok és a relációk azok látszanak itt. Ez egy eléggé, hát hogy mondjam, kicsit ez a fajta madár. Ja igen, ez a kis penis.hu. Ez nem Michelangelo Dávid szobra, hanem hát egy kis nem is a brüsszeli kis porcelánputó. Itt ez a két madár, ez hasonló dolgot végez, két hattyút látunk talán. Itt praktikus a kis haja, hogy hátrahajlik, ott föl lehet emelni így két ujjal, nagyon praktikus megoldás. Itt ő magát szagolja. Így ez meg könnyűködött, de fellöködött a hozzá ne nyúj.hu. Mert ő is ugye babót evett, és hát szagol azt, hogy jönne vagy sem, nem beszélt. Nem a hónaját.
Itt van inkább a honnan. Szerintem keresi a zsebében a pénztárcáját, a csőrével. Itt van egy Hauman úros megoldás, próbálja magát így, hát biotisztításba belevinni. Itt... Lukon átnézzük a másikat. Nem, az nem jön össze. Legyünk komolyak, hogy a szakmai... www.bena az operator. Itt ismét azt látjuk, amit ott kicsit keretbe van foglalva, itt a haumannos és basznyakoros és kispénészes jelenet. A két bigámista szobor keretbe foglalja. Itt ez próbál alulról kicsit ezen a madár rátekinteni a dolgokra. Nem biztos, hogy neki sikerülni fog. Próbálja a szemmelni egy kicsit még merev, de majd idővel biztos fölenged, és akkor lazábra veszi a figurát. Kommunista útfőrő kacsa. Ez itt, igen, ez egy jó meglátás, noha ő az SCP tagja, a Színes Csokornyakendősök Pártjának a tagja, ez a mennyi. Hogy volt az adal? Itt az SCP, itt az SCP, itt a Színes Csokornyakendősök Párt. Ugyanakkor van itt egy ilyen kis kentaurizmus benne, hiszen itt ez így, ez a rész, egy ilyen csuka fejére emlékeztet leginkább. Tehát egy ilyen csuka és kommunista SCP tag lúd küvét látunk itt. Itt a hölgynek 1-2-3, én csak őt azt hittem, hogy 5 mellé van. Ugye van, nincs probléma, jó hír, hogy megvan minden, és se több, se kevesebb. A kalap mondjuk egy érdekes megoldás, egy számmal talán nagyobb, de remekül véd a hőhatások, mint a csapadék ellen. Itt ez a hölgy, hát ő diszkréten, mintha modellként viselkedné, igazából szintén a Hauman szagot vizsgálja, hogy vajon hány fok van a jobb hónaja alatt. Ez az úr, aki Csernobilból jött, valószínűleg ilyen római tógában, ez az úr. Álló, most erről van szó. Én meg... És nem álló, mindegy, igen, miről van szó? Ez az úr, ez a Csernobilból jött egy római tógában, ezért nincs haja neki szegénynek. És azon gondolkodik, hogy kerül sok mindenféle érdekes tárgy. Úgyhogy ennyit már a Design Centerből. De nem, még van, nem ennyi. Jó, van itt még, nem biztos egész. Újabb sor. Majd egy elég érdekes, hogy a nyúl igazából nem értem. Hol van? Várjál. Ja, megvan. Kábítószer hatása alatt. Igen, mert egészen furcsán áll a füle. Nyúltól szokatlan módon hátra feszíti füleit, mint egy áramvonalas módon próbálja megfogalmazni lényeg. Elég optimista tekintettel próbál. Néz a jövőbe. Azt a bombarcú hölgyet próbálja megközelíteni. A melyiket? Hát te az csak egy ilyen Barbie. De ezt próbálom itt, ezt a jelenséget érdemes megszemlélni. Hát Ludas Matyinak gondolnám, ugye egy lúd van a keze alatt, hóna alatt, a human szagban, és kicsit van benne, hogy mondjam, vagy kakilnia kell szíved, vagy pedig éppen orgazmusa van, hiszen egész elszállt arca van. A szenvedést azért gondolom, mert hátul, mintha valamilyen ürülék folydogálnék le hátul. Gondolom, hogy kínjában, mikor ment Döbrögi úrhoz a vásárba, hogy háromszor adja neki vissza, közben beszart. Ez történt. Ez lehetett. Ez lehetett tényleg. Ennyit ezekről a szimpatikus műtárgyakról. Na tessék. Röszű jött, nem? Rösszű! Nem, valamit kapcsolt ki vagy be, de miért kapcsolt be? Rózsa György jelleggel kapcsolt. Bekapcsolt. Nem tudom, milyen alapon kapcsolt. Egyéb tárgyat nem tudok most megmutatni, semmi több. Most kérem, kapcsolják ki. Milyen érdekes, hogy itt a papucsa nagy izgalomban, az meg itt amortizálódik. Van nálunk tárgy? Ilyenek a mai tényleg papucsa. Nincs nálunk hanyas. Van nálunk, te kiáltom a tárgyat, mint kisebb. Van tárgy. Van tárgy? Hát nézzük meg a tárgyat. Átjöttünk egy másik szobába. Palmédőr. Innen? Remélem. Ide. Terítékre kerül. Kezdjük itt, mert ez érdekes. Jó, ez amit én szamárnak neveztem. Igen, ezen tárgy miben léte, vagy kiben léte, hosszas vitát képezte. Lőrinc szamárnak nézte. Nem rossz az asszociáció, valószínűleg... Várjál, állatot mindig szemmagasságból kell fotózni. Nem jutott, hogy a... David Tetemboro! Nem jutott, hogy a közlekedő szervén látszik, hogy nem patás, hanem ilyen mancsos, hát megjelenek minősül, bár lehet, hogy egy ilyen medve szamár küvé, a természet furcsa fintoraként, vagy a játékipar eszenciája. Hát ő itt egy ilyen kitámasztó sarokos gyanánt tartózkodik. Hát őt nem tudnám meghatározni, talán egy sürényes víziló, tehát egy lóvíziló küvé, és kúszik, meg akarja lepni nyilván a bőröndöt a szekrétetőni. Mászor... Itt szerintem...
Valamit történt. Deák Bill valamilyen rokonon látható, az egy lábával némileg ledérebb kiadásban, ez már a 24. század modern technikája. Ott egy szolid agár a háttérben, odasimul, hát punci, ha nincs az átverés, transzexuális. Ott egy ilyen szolid, talán egy művészléleknek nevezhető agár áldozik, nem tudni miről. Talán arról, hogy mikor szabadul ki majd a pálinkás poharak mögül. Mik vannak? Van itt még egy ilyen, hát ez egy Snoopy, talán Snoopynak mondanám. Később, várj a sorodra. Béka pártyú. Ez egy kis érdekes Snoopy. Neki így szemben van ez az érdekes, tehát hogy, mint hogyha kijelzik. Itt ebben egy néger hölgy torzót látunk. Ez a néger hölgy, hát, hogy mondjam, van benne egy kicsit... Hogy is hívták azt a híres néger művésznőt, nem jut eszembe? Josephine Baker. Mint hogyha őt látnánk ki, némileg lepattogozva kicsit, smink nélkül megőszülve egy-egy, ilyen, mint egy ilyen koszmos folt a fején. Ilyen mezben nélkül is megőszülve. Rejszolni készül. Ez talán hangyás sünnek nevezhető. Szerintem ez a legdurvább része a napnak. Egy zebra, hangyász, elefánt hármas színét. Mindenképpen a érdekes, hogy ilyen keretes szerkezetbe foglalja magát, hogy itt a nózi, így lóg ez meg pedig hátra. Néha, noha itt a fül és a szem persze, ez eligazít minket, de első ránézésre talán nem is tudnánk megmondani, hogy melyik az eleje és melyik a vége. Tehát hosszú farok, test, hosszú farok. Ez ilyen oda-vissza. Black to black, bebéve. Itt szintén különböző kis tárgyak, a húsvét jellegű nyuszik. Ez talán egy érdekes, mert ilyen papagáj. Melyik oldalról kezdjük? Hát itt papagáj motivumok vannak a nyusziban, és ő már nem szól, és olyan, mint az úr, akivel ma találkoztunk itt a Csernak először egy kocsmában, akinek a szavát nem lehetett érteni. Ő beleszínesedett, kicsit ilyen... Igen, egy ilyen homoszexuális attitűdjei vannak, mert hiszen ilyen rózsaszín jellegű ő. Ez, hát talán Duxley-nak tudnám mondani ezt a fajta kutyát. Ő szegény, ő valószínűleg drogos, és most jól érzi magát, szétterült. Kacag, nyilván gondolom, hogy így a arc kifejezésre ítélve kender származékokat fogyaszt. Ez egy ilyen... Egy ornéz malac, aki tulajdonképpen, mint amikor régeres kodákat megkapjátok a csomagtartót, akkor ezt tudom történni lefele menet. Ő egy ilyen csehszlovák ornéz malac. Ez a medve egy karmester, vagy megadja magát éppen. Karmester művész hajlamai vannak mindenképpen. Igen, hát egy piros-fehér. Diós Győr, vagy Debrecen Rökkel, valószínűleg ezt még lehet tudni az ő szocializációjáról. Ez itt, hát miért olyan hirtelen nem is tudok mit mondani. Pinokkio. Nagyon érdekes, kicsit egy kicsit ilyen Pinokkiós, borvilágos orú nuszi-nak mondanám, de ez azért már egy komolyabb példány. Itt azért komolyabb kifejlett melső szervek, karok és lábak vannak. Ez talán egy kicsi majom attitűd is van benne. A mellette levő tárgy, kiáltom a tárgyat, neki, mintha rákos daganatok lennének ott az orra alatt és a másik két kezek között, mert ott van két oda nem illő és egyetlen nem indokolt szerv, amely ott tartózkodik, ezt nem tudom azonosítani, akár habcsók is lehet. Viszont ott az látszik, hogy valamilyen német termék, ezt tudod tudni. Hát ez egy ilyen húsvéti szerelmes üzenet, nyilvánvalóan I love you polietilén öntött kis szív látható a nyakában. Ez önmagáért beszél, hát ez önszerelmesek adhatják egymásnak, ha egészen faszra veszik a szerelmüket. Mi van még? Falvédő. Ja, most jön a falvédő. Ott le kell ülni. Falvédőn, hát... A 17. század, 18. századbeli romantizmus korában megfogalmazott egy ilyen... Tulajdonképpen ez egy idősíg küvé, mert a romantizmus talán egy németalföldi stílusú ruházatban megfogalmazott, de inkább a ókori görög bakchanáliákra hajazó jelenet látható, hogy hölgy éppen önfeledten táncol. Az urak némelyike szkeptikusan megbotránkozva nézi, ott a hátsó, hogy egészen... Köszönöm, kérek fenyőzött, mert akkor összeesek, mint a bulgár szatyos. Az az úr, itt lennak ül a lócán, ez megengedő mosolyjal szemléli. Ott a másik két hölgy az összesúg, hogy te úristen, hogy berugott ez a hölgy. Az az kalapos úr sem éppen elragadtatott. Ott hátul az a
hölgy pedig valami egész másra van elfoglalva, ő dobolászik, ő már más állapotban van. A hölgy önfeledten táncol, a cipők mindenképpen említésre érdemesek. Ugye kicsit uniszexek a cipők, mert akár kompatibilisek egymással, talán a színek jelzik a nemek különbségét. Érdekes jelenség. Itt szerelmes sziámíker macskók láthatók. Nyilván itt ez a lány, mert itt a fülekben van egy kis masni. Ő a fiú egy, tulajdonképpen egészséges reláció, hiszen nem homoszexuális. Hát... azt hiszem, hogy kicsit mély csimlére belül sokkal tekintve. Van egy olyan fajta mély csimlés, világság az arcán. Elmegy az SZDSZ-be, bános nem ez most egy probléma. Ott ellenben egy autentikus, egy kicsit bárgyú pillanat a boci, amely ugye megnyeri a nyelvét és néz föl, így kikacsint, így megengedőleg is ilyen. Ilyen cinkosan kikacsint, hogy ugye milyen finom a milyen kacsoki. És milyen igaza van. Ez egy kicsit, ez már nyugdíjasnak tűnik mindenképp. Ez a tárgy nyugdíjasnak tűnik. Mert ilyen ősz vonásokban egy kicsit ilyen popasságot sejtett és kelt az a jelenek. Nagyon érdekes, mert a aszimmetria figyelhető meg a színekben ugye jelenkező színé vannak a füleinek, illetve a kis lábainak. A bajsz az kicsit össze-vissza, tehát valószínűleg egy hirtelen ébredt és nem volt ideje a toalettjét rendbe kapni. Itt szinte egy szerelmes üzenet található, és hát ezt a pályának túl. Csillárok két kívülés, hát szinte szerelmes. Balázs meg is előtte. Ennyi kinézett szegénye. Ő, hát fordítjuk ide. Ő kutya, ő az orrába kapta egészen kegyetlen bolyót. Ott lóg. Kicsit ilyen. Hogy is érhetett a kütyülit az a... Snoopy. Nem Snoopy, nem jut eszembe a neve abban a mesében, ezt nem tudom megmondani. Úgyhogy... Na jó, hát ezt... Melyik tárgyat? De várj, Balázs! Mellett a hörcsön. Balázs, meg nézd, hogy a cserépkája tetején is van még egy állat. Hát ezt van... Kígyó. Egy zebra, egy tevés, egy sárkány keveréke, azt hiszem, hiszen ezek az emberek által a sárkányhoz adnak képzett ilyen pankos jellegű, kicsit ilyen cikcakolóan nyírt séró. Van benne valami tevés mindenképpen, főleg ez a nyakforma, bizonyára a teve nyak az nagyon finom csemege lehet, ugyanakkor egy sárkányra is emlékeztet. Hát a pettyezés meg a csikozás, mert egy zebra. Leginkább egy leopárt is még benne van. Az egy négyes küvé, egy erőteljes nyilván. A borvidéket nem ismerjük, de nem is annyira fontos. Ennyit tudok elmondani ezekből a tárgyakból, semmi többet. Ennyit ezekről. Mécs Imre. De ez melyik volt a Mécs Imre? Tényleg, tehát így akkor fejezzük be szerintem ezzel, hogy... A képen Mécs Imre. Mondjuk valami. Balázs önelégültem nevetőben. Egy lábatlan ember ül a fotelben. Azt hiszem, ha Atéz egyszer megnézi... Én raktam össze. Ha Atéz megnézi, akkor valószínűleg most ez egyszer manifestálódik Béla. Ő lehet az. Ő Béla. Mindenképpen egy kicsit, hogy van benne egyébként egy ilyen felügyelős, nem? Tehát kicsit így annyira kalap a szemével húzva, ez kicsit így, mintha ösztönöm, hogy egy balonkabát jellegőtlen. Ez egy lábatlan felügyelő, ő Béla, aki Atinán lak. Most az egyszer manifestálódott Cserna keresztül a délebbi szorványban. Szervusz Béla, üdvözlünk körünkben, igyel egy ásványvizet, de ők sem adok. .hu. Na, igyel egy kis ásványvizet. Tizetes 2005-ös évjáratnak tűnik. A székelyföldi fenyő fuvallatai, mint egy magába zárva, de most újra nekünk kinyitva itt belénk át örökíti a gyanta és a forgás és az erdő erejét, sugallatát, természetességét, oxigéndús valóságát, ettől felfrissülünk, megújulunk, magunkhoz térünk, új útjelővel tudunk holnap útra kérni, hiszen hosszú út vár még ránk, mert délben akartunk venni sört a boltban, és azt holnap abszolválhatjuk feltétlenül. Ezek vannak.